Minden szentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Egy szülő, nagyszülő elvesztése, tragédia és fájdalom. De vajon mit érezhet egy szülő akkor, hogyha a saját gyermekét veszítette el? Zelena András gyászterapeuta a vendégem. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ön Kecskeméten a Korábban érkeztem alapítványnál segít olyan családokat, akik prenatális, azaz születés előtti, vagy perinatális, tehát szülés közeli időszakban veszítették el a babájukat. Pontosan milyen helyzeteket, élethelyzeteket jelent ez? Jellemzően azt, hogy az élet eleje és vége összeér. Tehát a legnagyobb fájdalom az, hogy minden szülő egy ilyen idealizált várandóságra készül. Tehát elgondolkodik azon, hogy hogy fogja tölteni az első, második, harmadik trimesztert, hogyan készülnek el a gyermek szobájával, hogyan készítik fel a testvéreket, esetleg, hogyha már nem első babáról van szó. Tehát egy ilyen idealizált kép él minden szülőben a várandóságról, és bár mindannyian hallottunk, vagy hallottak már olyat, hogy egy kisbabával akár születés előtt, akár születés után történik tragédia, de mindenki úgy tekint erre a dologra, hogy ez vele nem történhet meg, tehát ez egy kívülálló dolog. Csak kívülállókkal, másokkal történhet meg. És amikor megtörténik a tragédia, ami szerencsére ritkán történik meg, de mégis van, akikkel megtörténik, akkor ők azt gondolják, hogy azzal találkoznak, hogy az élet eleje és vége összeér, ugye, az arra van szavunk, hogy meghalt valakinek a házastársa, ő az özvegy, akinek meghaltak a szülei, a félárva vagy árva, de arra a magyar nyelvben szó sincs, hogy valakinek a gyermeke haljon meg. Tehát, hogy a népnyelvben erre nem is nagyon alakult ki a nyelvhasználat során egy külön önálló szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne engedjük el ezeknek a szülőknek a kezét, és fogjuk az ő kezüket, és segítsük őket a gyászmunkában való elindulásban. Már az az édesanyja is gyászt él meg, akinek idézőjelben csupán néhány hetes volt a magzata, igen, amikor elvesztette? Igen, mert amikor az első teszt pozitív lesz, vagy az első jelek megjelennek, akkor már ez az idealizált kép, vagy a gyermek jövőjének vizionálása megjelenik, akár a várandóságnak, akár a szülésnek, akár pedig a család kiteljesedésének, hogy most első, vagy második, harmadik, negyedik gyermekről van szó, az teljesen mindegy. Ugye egy új gyermek érkezésével teljesebbé válik a család, még hogyha nem is első babáról van szó. És a születés előtti magzatvesztés is gyászmunka, igen. Bár a laikusok azt szokták mondani, hát, hogy nagyon pici, meg nem is igazán volt, hogyha valaki belegondol, hogy az vagy első ultrahangon már hogy fiú vagy lány, de hát, hogy az első ultrahangon már van szívhang, és azért az édesanyja ezeket érzi. Tehát nem véletlen a nyelvhasználatban, hogy a szíve alatt hordott magzat, az már akkor is az ő gyermeke, amikor még esetleg csak ultrahangdiagnosztikával igazolható a terhesség. Nem könnyebb azoknak az édesanyáknak, akiknek van már egy vagy két egészséges gyermeke, egy ilyen helyzetet feldolgozni? Azt gondolom, hogy minden helyzet más és más, tehát hogy kinek könnyebb, kinek nehezebb, ez azért nagyon nehéz, mert abban a helyzetben gondoljunk bele, hogy úgy válik valaki gyászoló anyává, hogy közben egy iskolás, óvodás, bölcsödés gyermeknek kell, hogy az apukája, anyukája legyen. Tehát a gyászterhe ugyanúgy ott van, de menedzselni kell az életét. Ez most egy nagyon fura szóhasználat itt, de el kell vinni a gyermeket óvodába, bölcsödébe, közösségbe, iskolába. Nyilván a gyermeknek vannak kérdései, akár a magzat elvesztése, akár hogy miért szomorú apuci vagy anyuci, tehát hogy mi az a válasz arra, hogy miért nem születik meg az én kistestvérem, vagy ha megszületett, miért nem hozzuk haza, vagy mikor hozzuk haza. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden más és más. Tehát, hogy mindenkinek van a saját maga fájdalomterhe, akinek nincs másik gyermeke, és az első babáját veszti el, ő sajnos kilátástalan helyzetben van, nincs miért fölkelnie. Úgy gondolja, hogy a világ legnagyobb fájdalma történt meg vele. Abban a helyzetben pedig, hogyha valaki úgy veszti el a hozzátartozóját, a gyermekét, hogy van egy másik pici gyermeke, aki esetleg nem tud még kérdéseket föltenni, de gondoskodni kell róla, akkor ő hogy élje meg úgy a gyászát, hogy közben rámosolyog egy nagyobb gyermekre. Ha pedig mondjuk egy iskolás gyermekről van szó, aki kérdéseket tesz föl, hogy válaszoljon úgy értőn és szülőként megfelelő szinten, hogy a gyermek értelmezni, befogadni tudja, és ne alakuljon ki benne szorongás, hogy ő is meghalhat, a másik testvér is meghalhat, elvesztheti az anyukáját, apukáját. Tehát, hogy én nem tennék különbséget, hogy kinek könnyebb, kinek nehezebb, mindenkinek megvan a saját maga terhe és nehézsége ebben a szempontból.
Egyébként a nagyobb testvér, mondjuk egy iskoláskorú nagyobb testvér, vagy egy nagyobb óvodáskorú, ő is gyászol egy ilyen helyzetben? Gyászol, igen, és ez meg is jelenik. Tehát az óvodapedagógusok, meg az általános iskolába tanítók találkoznak olyannal, hogy mondjuk temetést rajzol egy gyermek, vagy esetleg a felhőkre rajzolja a kis testvéret, attól függ, hogy milyen vallási, meg hiedelemvilágban élnek otthon. Tehát attól függ, hogy hova helyezzük el azt a gyermeket. Tehát nem szeretnék túl naturális lenni, de azt, hogy milyen egy temetés, vagy egy hamvasztás, ezt nem feltétlen mondjuk el egy általános iskola alsó tagozatosnak, vagy egy óvodásnak, mert ő azt a maga nyers valójában értelmezné. Tehát, hogy neki is ezt valahogy fel kell dolgoznia. Tehát nagyon sok szülő vagy pedagógus találkozik azzal, hogy egy iskolás nagytestvér koporsóban a föld alatt rajzolja le a kis testvérét, vagy esetleg a felhőn ülve a dédszülőkkel. Tehát attól függ, hogy mit hall otthon a családi hiedelemvilágból, világnézetből kapcsolódóan, és ők is gyászolnak. Itt a lehető legradikálisabb fiziológiai tünetek jelennek meg, újra széklet, meg vizelettartási problémái lesznek a tökéletesen szobatiszta iskolásnak akár, vagy óvodásnak, de akár, hogy harapóssá válik egy olyan kislány, aki a világ legbékésebb gyereke volt, dükitörései vannak, indokolatlannak tetsző sírása, tehát, hogy rátör a fájdalomteher, tehát ők is természetesen gyászolnak, és az ő nyelvükön nagyon érthetően kell válaszolni a kérdéseikre, és mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az is válasz, hogy nem tudom. Tehát egy szülő nagyon sokszor kerül olyan kérdésekkel szemben, akár az elmúlással kapcsolatban is, amire nem biztos, hogy értő és releváns választ tud adni. És, de a lényeg, hogy jelezze, de hogy meghallgatta a kérdést, és megtette, amit tud, és próbált válaszolni. Igen. Honnan lehet tudni, hogy baj van? Ugye most már felsorolta azokat a tüneteket, ami egy iskoláskorú, óvodáskorú gyereknél jelezhet problémát, de a szülőknél, akik a gyászt megélik. Honnan lehet tudni, hogy ez nem a gyász természetes, normális lefolyása, hanem valamiféle gond van, ahol megsegítésre van szükség? Azért nehéz, mert hogy egy olyan guideline-t vagy vonalat megrajzolni, felrajzolni is nehéz, ami mentén mindenki halad. Tehát nincsenek univerzális igazságok. Persze el szokták mondani, hogy eltelt az egy év, és minden ünnepkör letel, de van olyan gyászmunka, ami 2-3 évig tart. Tehát itt minden esetben az a legfontosabb, én azt gondolom, hogy mit látnak a szerettek azon a hozzátartozón. Tehát van-e radikális súlycsökkenése, vagy súlygyarapodása? Tehát, hogy fogyott-e? Fogyott-e, hízott-e. Eszik-e rendszeresen, vagy pánikszerűen? Változott-e az alvás igénye, az alvás ritmusa? Tehát, hogy csak altatóval alszik el, vagy altató nélkül alszik el, vagy bágyattabb, vagy túlaktív. Az is egyébként egy ilyen, hogyha valaki nem éli meg a gyászát. Tehát mondjuk egy nagyon konkrét példát. Egy anyuka elveszti a második gyermekét, ő szerepkonfliktusba kerül, mert anyja a nagyobb gyermekének, felesége a férjének, és ő feleség is szeretne lenni. Jó esetben ugye élnek a szülei, tehát a gyermek nagyszülei, tehát ő valakinek a lánya testvére, tehát hogy ő mindenkin próbál segíteni, mert ugye a férjén is próbál segíteni, a gyermekén is próbál segíteni, hát a szüleit se hagyhatja magára, mert hát az ők is gyászoló nagyszülők, és nem éli meg a fájdalom terhét. Tehát ez a sok-sok szerepkonfliktus abba az irányba halad, hogy nincs ideje megélni a fájdalmát. És egyszer csak egy ilyen zuhatakként szakad rá a fájdalom teher. Tehát, hogyha valaki például nem tud sírni, van olyan, aki ezért nem tud sírni, mint a népnyelv is mondja, mert elhullatta már az összes könnyét, de van, aki egyszerűen fiziológiásan nem tud sírni, pedig a világ legnagyobb fájdalmát élte át. Tehát nagyon sok jel van, szerintem a legfontosabbak, és akkor most nem a szuicid, meg öngyilkos, meg a önsértő fantáziákra gondolok, mert ez egyértelműen kórházi kezelés, meg kórházi indikációt igényel, de hogyha arról beszélünk, hogy radikális súlynövekedés, súlycsökkenés, étvágytalanság, vagy esetleg, hogy valaki az eddigiekhez képest a külsejére kevéssé válik igényessé. Tehát ez is egyfajta jel, és nem arra vonatkozó, hogy ő most más prioritásokat tart az életben fontosnak, hanem hogyha eddig ez mindig így volt, de most egy picit elhagyja magát, akkor ez is lehet egy jel, hogy foglalkozni kell ezzel a gyászmunkával. A korábban érkeztem alapítványhoz. A családok maguk jelentkeznek, vagy irányítják őket? A legnagyobb segítséget akár a területi védőnők, de akár az internetes keresési találatok, és egyébként a sorstárs szülők adják, akik gyakorlatilag egymásnak ajánlják ezeket a tevékenységeket, és ez egy fontos tulajdonsága, hogy ez térítésmentesen zajló szolgáltatás, ami a mai világban azért sok szülőpárnak fontos, én azt gondolom, nem csak anyagi szempontból, hanem
a mentális gesztus szempontjából is így van. És itt a sorstársak, a kórházi védőnök, a gyermekorvosok, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex halmaz. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikáció alakult ki, akár a gyerekorvosokkal, akár a területi védőnőkkel, akár pedig az internetes fórumokon a szülőtársaknak az egymással való kommunikációja is ebbe az irányba terelheti a szülőket. És hogy segítenek önök? Hogy lehet segíteni egy ilyen helyzetben? Többféle segítségi lehetőség van, vagy az egyéni tanácsadás, illetve van a csoportterápia. A csoportterápiát én nagyon-nagyon szeretem abból a szempontból, hogy a szülők érzik, hogy nincsenek egyedül a fájdalmukban, tehát hogy mással is történt ilyen. Persze minden gyász, meg minden tragédia más és más, de a sorstársak egymásnak nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni. Ugye van az a konfliktus, amiről ilyen verbális szinten elő szokott fordulni egy temetésen, vagy egy búcsún, azt mondja valaki, hogy tudom, mit érzel. Erre jön viszont az, hogy hogyan tudnál, vagy hogyan tudnál, tehát hogyha nem érted át hasonló fájdalmat, akkor nem tudhatod, hogy miről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy itt a sorstárs státusz az nagyon magasan legitimálja azt a segítő státuszt, amit akár egy szakember sem minden esetben adhat meg. Ez az egyik. A másik pedig az egyéni terápia, ott pedig az egyéni segítségnyújtásra, az egyéni fájdalomgócoknak, az egyéni problémáknak a feldolgozására, azik különböző terápiás módszerekkel. Itt mind hazai, mind nemzetközi kutatások nagyon jól fémjelzik ennek a menetét, meg ezekre vannak úgynevezett jó gyakorlatok, amik beváltak sok szülőnek, de én azt gondolom, hogy akár az irodalomterápia, vagy a zeneterápia is egy segítő gesztus lehet, tehát itt nagyon sok a halmaz, amiből lehet válogatni, és ez mind egyéni, minden esetben. És a csoportban a szülőpáros jár, tehát, hogy édesanyja, édesapa is? Ideális esetben én szeretném, hogy mindenki járjon, igen, tehát, hogy édesanyja és édesapa. Jellemzően más a hölgyeknek, meg az uraknak a gyászfeldolgozása. Te miért kérdeztem? A hölgyek ugye érzelmi társas, tehát, hogy ők beszélgetnek, és az érzelmeikről próbálnak kommunikálni, verbalizálni ezeket. Az urak pedig racionális, magukba zárkózó gyászfeldolgozók. Nekem volt a praxisban olyan típusú gyászoló édesapa, aki 6 térre elegendő fát hasogatott föl, holott 10 éve gázzal fűtenek, mert ő ezzel a fizikai munkával, az egyedülléttel próbálta feloldani azokat a fájdalomterheket, ami az ő vállát nyomta. Tehát, hogyha racionálisan nézzük, gázzal fűtenek, központi fűtésük van, minek hasogat föl fát, főleg 6 térre elegendőt, de nyilván ugye ő habituálisan, racionális, magába zárkózó gyászfeldolgozó, míg a hölgyek beszélgetni szeretnek. Ebből következik, hogy kevesebb hölgy, vagy bocsánat, több hölgy és kevesebb úr jár gyászterápiára, vagy gyászcsoportba, de én azt gondolom, hogy egyre többen jelennek meg az édesapák is, vagy követik az édesanyákat egy másik csoportban, mert azt látják, hogy hasznos volt a feleségüknek, élettársuknak, életük párjának. Honnan lehet látni, hogy egy édesanyja, egy édesapa, egy házaspár feldolgozta a veszteséget? Az elején fájdalomterhes az emlékezés, a végén pedig mondjuk egy elvesztett babáról, kisgyermekről kikerül egy kép a falra. Tehát ugye itt beszélünk arról, hogy a fájdalomterhes emlékezés szeretetteljessé fordul át. Ettől függetlenül ő mindig gyászoló szülő, vagy gyászoló édesanyja, gyászoló édesapa marad, ez nem változik. Azonban az, hogy ez milyen érzelmi reakciókat vált ki, az minden esetben változhat. És egyébként pedig akár a jövőkép az egy fontos dolog, tehát hogy megjelenik a jövőkép. Egy gyászolószülőnek az első pillanatban nincsenek jövőképei, tehát ő nem tudja azt végig gondolni, hogy mi lesz holnap után, mert ő a világ legnehezebb fájdalmát, legnehezebb időszakát éli. Amikor valakinek van már jövőképe, akkor azért az már egy jó jel szokott lenni. Most nem helyezném el az úton, hogy hol tart ez a szülő, akinek jövőképe van, mert ez minden esetben más és más, azonban már egy pozitív jel minden esetben a szeretetteljes emlékezéssé való fordulásban. A cél tehát a szeretetteljes emlékezés. Szelenő András gyászterapeuta, nagyon szépen köszönöm a gondolatait. Én is köszönöm szépen.